sokaknak a politikai életből vagy ismerős. Hogyan kerültél oda és miért kerültél el abból a közegből? Minden civil aktivistának az az álma, hogy egyszer belebújhasson a döntéshozóknak a bőrébe. De aztán hamar rájöttem, hogy nem nekem való, mert én valójában a világot szeretném megváltoztatni, és ehhez a civil közegben én jobban értek. Miért érezted fontosnak, hogy csatlakozz a Greenpeace szervezethez? A Greenpeace a világ egyik legnagyobb környezetvédő szervezete. A sarkvidékért harcol, az Antarktiszt megvédte, a bálnavadászat ellen tiltakozott. Hatalmas multinacionális cégeket képes térdre kényszeríteni. Természetes, hogy csatlakoztam hozzájuk, odavaló vagyok. Szerinted mit tehetünk a változásért? Először is el kéne hinnünk azt, hogy ezért a változásért tenni tudunk. Szelektálhatjuk a szemetet, megnézhetjük, hogy az élelmiszereket, amiket vásárolunk, ne utazzák keresztül az egész világot. Megnézhetjük azt, hogy mennyi a vegyi anyag bennük, hogy minél tisztább és helyben készített élelmiszereket fogyasszunk. Utazhatunk elektromos autóval, és megnézhetjük azt, hogy a ruháink előállítói elegendő fizetést kaptak-e a munkájukért. Fogyaszthatunk fairtrade kávét, megnézhetjük azt, hogy a csokoládéban és a tusfürdőben ne legyen pálmaolaj, hogy az orangutánok élőhelyét ne pusztítsák el emiatt. Rengeteg mindent tehetünk, állampolgárként, a munkakörünkben, vezetőként hozhatunk olyan döntéseket, amivel a környezetvédelméhez hozzájárunk. Milyen változást szeretnél elérni a világban? Szeretnék egy olyan világot hagyni az unokáimra, ahol az emberiség saját magával és a természettel békében él.